Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket a Mi Hazánk Mozgalom munkaügyi kabinetjének következő videójában. Ezúttal egy megemlékezésre kaptunk meghívást Szabó Lajos munkabiztonsági szakembertől. Április végén van a Nemzetközi Emléknapja a munkahelyi balesetben megsérültek, illetve elhunytaknak, és erre a megemlékezésre jöttünk el ide Cseperre az emlékműhöz. És engedjék meg, hogy egy személyes történetet elmeséljek ezzel kapcsolatban. Még jó 10 évvel ezelőtt, amikor autóalkatrész kiszállítóként dolgoztam, történt velem egy baleset. Bár lehet azt mondani, hogy ez nem klasszikus munkahelyi baleset, hanem csak közlekedési, de hozzá kell tenni, hogy mégiscsak munkahelyi, ugyanis aki dolgozott már ilyen helyen, vagy tudja, hogy milyen körülmények vannak, tehát hogy a kiszállítókat iszonyatos módon presszionálják, belehajszolják veszélyes közlekedési szituációkba azért, hogy teljesíteni tudják az elvárásokat, az mégiscsak munkahelyi balesetnek nyilvánítható. Így jártam én is 2013. június 1-én, egy szombati napon, ugyanis ezeken a helyeken szombaton is kell dolgozni, tehát nincs szabad szombat, egész heti fáradtsággal a hátam mögött, figyelmetlen voltam lakott területen kívül, lesodródtam az útról, majd berepült a gépjármű a kukoricásba, 2-3-at még forgott is a tengelye körül, és a kiérkező rendőrök és tűzoltók azt mondták nekem, hogy köszönjem meg Istennek, hogy túléltem, és tartsam számon ezt a napot úgy, mint második születésnapomat. Mert csodával határos módon néhány karcolással megúsztam az egész esetet. És ezek az esetek úgy rávilágítanak arra, hogy milyen törékeny és mullandó az emberi élet, hogy elég egy rossz, figyelmetlen mozdulat, és vége mindennek. Főleg úgy, hogyha tekintetbe vesszük, hogy nagyon sok helyen dolgoznak úgy Magyarországon, veszélyes üzemekben, gyárakban, ahol tényleg elég egy rossz mozdulat, egy figyelmetlen pillanat, és vége az életnek. Főleg akkor, hogyha figyelembe vesszük, hogy Magyarországon sajnos kialakult egy olyan rossz gyakorlat, hogy a munkahelyi balesetek 50-60%-át eltitkolják. Vagy hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a kormány hogyan építette le a munkabiztonsági intézkedéseket, a munkabiztonsági ellenőrzéseket, alig van ma már ellenőr. Így veszélyes helyzetekbe keveredhetnek a magyar dolgozók, ezeket a munkahelyi baleseteket eltusolják, nem kapnak kártérítést, és elfogadhatatlannak tartjuk azt is, hogy a munkatörvénykönyvét az elmúlt években többször úgy módosították, hogy az a magyar munkavállaló, a magyar munkás testi épségét is veszélyezteti. Gondoljunk csak arra, hogy a tűz- és balesetvédelmi oktatás már nem kötelező nagyon sok helyen, azt fakultatív módon tehetik meg a munkavállalók, de ezzel veszélybe sodorják őket, úgyhogy a Mi Hazánk Mozgalom ezen változtatni szeretne. Egy olyan országot akarunk, ahol védjük a magyar dolgozó testi épségét, egy olyan országot, amely arra az elvre épül, hogy erkölcsi és anyagi megbecsülést akarunk kivívni a magyar dolgozóknak. Ez a nap viszont az emlékezésé, eljöttünk tehát ide Cseperre, és el fogjuk helyezni az emlékezés virágait, mindazok emléke pedig kötelez, akik meghaltak munkavégzés közben, arra minket, hogy folytassuk ezt a munkát, és még egyszer mondom, az előbb kifejtett célokat megvalósítsuk.